Ez az a graffiti, ami a tetjei feszületre került. A szoborrongálás ellen lépett fel posztjában a pécsi képviselő kedden. Az előző szoborral már történt hasonló ezen a helyszínen, mondja Kővári János. Úgy épült újjá gyakorlatilag 50 évnél kicsit régebben, Ritfalvi Sándor művész úr alkotásával, hogy az előtte lévőt azt ledöntötték buliból, hecből, rongálási szándékból, ezt ma már nem tudjuk. Minden esetre már csak ezért is van jelentősége annak, hogy újra előfordulhat az, hogy ilyen mértékű rongálás és ráadásul obszén rajzoknak a készítése fordulhat elő. Ezért is írtam a bejegyzésembe, hogy kísért a múlt. Szerinte nem lehet ezt az esetet egyszerű vandáltettként értékelni. Valami oknál fogva a mi kormányzásunk idején nem voltak ilyen csínyek. Tehát nyilván fejétől bűzlik a hal, hogyha azt látják, hogy valamilyen jelképek vagy értékrend egy adott vezetésnek, egy városvezetésnek semmit nem jelent, ezzel szemben ugye más társadalmi csoportoknak a fölvonulása például fontos számukra, akkor nyilván a közizlés is megy ilyen irányba. Én azt gondolom, hogy a városvezetőjének, a mindenkori vezetőjének, függetlenül a jobboldaliak, azokat az értékeket, amik alapvető európai értékek, ezeket mindenképpen védeni kell. Ezt kell a társadalom felé is közvetíteniük, mondja a városi képviselő. Bár a helyszínen tábla figyelmeztet, hogy kamerával megfigyelt terület, a politikus szerint mégsem készült felvétel az esetről. Szerdán egyébként eltüntették az obszén graffitit a keresztről a város üzemeltetés dolgozói.